jó történeteket. Akkor is, ha egy könyv meséli el, és akkor is, ha egy bor. A Gyöngyös Taljáni Kovács és Lánya Borászak kis francia nevű barát tartom a kezemben. Na, ez egy történet. Akiről elnevezték, a kis francia valóban élő személy volt. Úgy hívták, hogy Perizsom, és ott lakott Gyöngyös Taljan határában, Fajzatpusztán. A helyiek nem tudtak kimondani a nevét, ezért hívta mindenki kis franciának, innen a bor neve. Alacsony termetű volt egyébként, és imádta az automobilokat. Valószínűleg ő az egyetlen a világon, aki valaha megtette egy automobillal a Párizs-Gyöngyös Taljan útvonalat. A bor egyébként viognier szőlőfajtából készült. Nagyon friss üde az illata, leginkább gyömbéres, nagyon gyümölcsös, barackos, őszi barackos, és van benne némi ilyen finom teás fűszer. Az íze pontosan követi az illatot, ugyanilyen gyömbéres, friss, barackos, őszi barackos. Nagyon jó inni, nagyon kellemes, nagyon jól esik, és iszonyú jó egy könyv mellé. Na, és most hagyjatok olvasni.